a belügyminiszter a szaudi kormánytól érdeklődött. Van-e információja a miniszter úrnak arról, hogy a választás például mi szerepel? 2014. október 24-én nyújtott be vízumkérvényt a beiruti magyar nagykövetségen az érintett úr. A vízum kapcsán Magyarország 6 országot, 6 Európai Uniós tagországot hívott fel, hogy érinti-e a vízum megadása az ő érdekeiket, és tájékoztatta az Amerikai Egyesült Államokat és Szaúd-Arábiát is. Németország úgy nyilatkozott, hogy nem sérti a vízum megadása az érdekeit, Amerikai Szaúd-Arábia pedig azóta nem válaszolt ennek képére. Így a magyar hatóságoknak semmiféle olyan információ nem állt a rendelkezésére, amely megalapozta volna a vízum megadását. Ezek után az illető ember járt Magyarországon. A személyazonosságát illetően vannak zavaros körülmények, ezeket nyilván a lakotmányvédelmi iroda és a rendőrség folyamatosan tisztázza, de amikor ugye ez az ügy napvilágra került, az ellenzéki képviselőtársaim jóvoltából, akkor a miniszterelnök úr elmondta a parlamentben, hogy vizsgálat folyt, megnézték a rendőrség belügyminisztérium alkotmányvédelmi hivatal, hogy Magyarországon milyen tevékenységet folytatott, mit csinált itt tulajdonképpen ebben az országban, és a miniszterelnök azt mondta a parlamentben, hogy ennek az embernek a magyarországi tevékenysége Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit nem sértette. Erre jutott az alkotmányvédelmi hivatal, és egyébként az én hivatalomban hírszerzés is erre jutott, felelősséggel tudom állítani, hogy Magyarországon olyan tevékenysége, amely Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit sértette volna, ilyen tevékenységet nem végzett. És a Szaúd-Arábiaiak válaszáról tud miniszter úr? Nem válaszolt. Ja, nem válaszolt. Szaúd-Arábia és Amerikai Egyesült Államok nem válaszolt a belügyminisztérium, illetve az illetékes hatóságok megkeresésére. Majd 2014 után, amikor megkapta a vízumot, utána volt konzultáció tudomásom szerint az amerikaiakkal, és ezért mondta az Fontert államtitkár kollégám, hogy ha ma belépne, akkor már az amerikaiaktól nyilván a nemzetközi kövezési rendszerben megkaptuk azokat az információkat, ami alapján le fogjuk tartóztatni, hogyha Magyarországra belép. De 2014-ben, amikor a vízum megadásra került, ezek az információk milyen pontosággal nem álltak a rendelkezésre, nem csak nekünk, hanem azoknak a tagországoknak, akik megkeresésre kerültek, nyilatkozott kételre lettek fölhívva, például az Európai Unió területén. A 28 Európai Uniós tagországból, ugye a magyar vízum megadása a schengeni vízumot jelent, senki nem tiltakozott az ellen, hogy ez az ember a magyar hatóságoktól vízumot kap. Sőt, Németország nyilatkozott, hogy ezek az érdekében sem. Köszönöm szépen.